A mai videó megint egy sminkelünk és dumálunk videó lesz, amiben ezt a nagyon szép, ilyen picit melegebb, árnyalatú őszi sminket fogjuk elkészíteni. Fogok beszélni egy kicsit a svédországi továbbtanulásról, az egyetemekről, hogy milyen lehetőségei vannak egy EU-s állampolgárnak, vagyis egy magyar állampolgárnak, hogyha itt szeretne továbbtanulni. Úgyhogy, ha érdekelnek ezek a témák, akkor mindenképpen csatlakozz hozzám ebben a videóban. Szia, üdv újra a csatornán, nagyon örülök, hogy újra itt vagy velem. Ha még először jársz itt és nem találkoztunk, akkor gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, és itt is dolgozom, és Svédország legnagyobb sminkiskolájában vagyok sminktanár, amit nagyon szeretek csinálni, és ezen a csatornán főként sminkkel, divattal, stílussal, illatokkal kapcsolatos videókat találhatsz meg. Hogyha érdekelnek ezek a témák, akkor meg is kérlek, hogy gyorsan iratkozzál föl, nyomd meg azt a kis csengőcskét is, és így nem maradsz le semmilyen klassz új videóról. Köszönöm! Ha érdekelnek még továbbiakban is ilyen témák, akkor mindenképp látogass el a beoldal.com, weboldalra, ahol a csatornához tartozó blogot találhatod meg, és további cikkeket, blogposztokat olvashatsz ezekben a témákban. És hogyha feliratkozol a hírlevélre, akkor megkaphatod az ingyenesen letölthető vásárlási kisokost, ami segítséget ad az okos vásárláshoz. Na hát ugye, ahogy mondtam, megint sminkelünk és dumálunk, én nagyon szeretem ezeket a kis videókat, már jó rég volt sminkelős videó. Kislányom egyetemista, mit mondhatnék, borzasztóan büszke vagyok rá, megcsinálta, nagyon sokat dolgozott érte, úgyhogy szerintem joggal vagyok rá büszke. Az egyetem nem egyszerű, de a legnehezebb lépés a bekerülés az ugye már megvan, tehát tényleg most már csak teljesíteni kell, és tudom jól, hogy nagyon sokan gondolkoznak külföldi továbbtanulásba, nagyon sokan szeretnék majd később külföldön megtalálni a saját boldogulásukat, és úgy gondoltam, hogy egy pici információt szívesen megosztok ezzel kapcsolatban a mi tapasztalatainkról, illetve utána néztem bizonyos dolgoknak, hogy hogyan lehet Magyarországról esetleg Svédországban tovább tanulni, úgyhogy megpróbálom veletek megosztani ezeket a kis információkat, miközben elkészítjük ezt a csodálatos sminket, úgyhogy szerintem ez egy izgalmas videó lesz, kezdjük is el. Na, mielőtt elkezdjük a sminkelést, gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy milyen új bőrápolási cuccokat használtam. Kossi Bellától rendeltem egy új termékcsaládot, ami tisztítókból, meg más érdekességből áll, gyorsan megmutatom nektek, de nem fogom nagyon húzni az időt. Az első ez a Wash It Off, és ez egy arctisztító gyakorlatilag, egy nagyon kíméletes arctisztító emózió, ami felhabosodik, hogyha vízzel használod, és a lényeg az, hogy tényleg nagyon-nagyon alaposan tisztít, de közben nagyon vigyáz a bőrödre. Tehát tényleg le tudod vele mosni a sminkedet, a szemsminkedet is, feloldja az összes szennyeződést, ami található a bőrödön, de mindeközben nagyon-nagyon vigyáz a bőrödre. 5.5-ös pH értékű, tehát tényleg nagyon kíméletes, ahogy mondtam, és van benne inulin, allantoin, pantenon, tehát mindenféle olyan alapanyag, ami biztosít téged arról, hogy nem lesz irritált a bőröd, és érzékeny bőrűek is tudják használni, és nem fog ilyen húzódó, száraz érzetet hagyni maga után, mint ugye nagyon sok ilyen arctisztító gél vagy hab, hanem ezt kifejezetten úgy fejlesztették, hogy nagyon vigyázzon a bőrnek a védekező rétegére, és ne károsítsa azt, tehát nem fogod ezt a nagyon kellemetlen, húzódó, feszülő érzést érezni utána, hanem egy ilyen nagyon kellemes, ilyen felfrissült érzetet fog hagyni maga után. A következő egy arctisztító emózió, ez a Hug Your Skin, és ez is egy ilyen felhabosodó, tisztító emózió, és ezt is úgy alkották meg, hogy nagyon-nagyon kíméletes legyen a bőröddel, tehát tényleg az irritációra hajlamos, nagyon érzékeny bőrt is tökéletesen megtisztítja, nagyon gyengéd, és rögtön vissza is hidratálja azt. Van benne szkvalán, van benne szőlőmagolaj, tehát tényleg nagyon-nagyon klasszul táplálja is a bőrt amellett, hogy tisztítja, tehát tényleg egy ilyen nagyon rugalmas, friss, hidratált érzete lesz utána a bőrödnek, úgyhogy nekem mind a kettő bevált, akár egymás után is lehet őket használni, ugye az egyiket használod sminklemosásra, utána egy mélyebb tisztításra ezt a Hug Your Skin-t, annyira jó nevük van, nagyon tetszik. A következő, amit mutatok nektek, egy hihetetlen
érdekes termék, az a neve, hogy Guard Your Skin, és ez egy antioxidáns köd. Egy antioxidáns permet gyakorlatilag, amit csak így belélegeztem egy kicsit. Tehát ez egy ilyen antioxidáns spray gyakorlatilag, amit rápermetezel az arcodra, és mindenféle klassz, szabad gyököt megkötő anyagok vannak benne, tehát tényleg az öregedés jeleire nagyon-nagyon klassz, és látjátok, hogy milyen elképesztően szép fényt ad a bőrnek. Egy ilyen vizes hatású spray, de nagyon gyorsan elpárolog, és csak ezt a gyönyörű, hidratált feelinget hagyja a bőrödön, úgyhogy szerintem elképesztően jó, és nekem nagyon tetszik, hogy egy ilyen kis köd segítségével tudod táplálni a bőrödet. Tehát tényleg nem csak, hogy rugalmasra teszi a bőrt, és segít védekezni ugye a szabad gyökök, illetve a korai, vagy nem csak a korai, az öregedés jelei ellen, hanem még véd egyébként a kék fénytől is. A kék fény, tudjátok, a kompjúternek a képernyője által kibocsátott fény, ami egyébként eléggé rossz hatással van nem csak a szemre, hanem a bőrre is, úgyhogy ez ellen, a sugárzás ellen is nagyon jól véd, tehát tényleg egy igazi ilyen pajzs a bőrnek. Én ezt általában a nappali hidratáló krém fölé szoktam használni, és utána sminkelek. És az utolsó, hát tudjátok, hogy nekem mennyire fontos a fényvédelem, tényleg télen-nyáron, éjjel-nappal mindig használok UV védelmet, vagyis napfényvédő krémet, és ez a Rich Coat, ez egy széles spektrumú fényvédő krém gyakorlatilag, amiben még C-vitamin is van, és gyakorlatilag mindenféle fajta fény károsodástól védelmez, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretem használni még ilyen sötét téli időben is, mert a védelem az első, tehát nem, én nekem ez már annyira rutin, hogy én ezen nem is gondolkodom, tehát fényvédő krém az nekem kell, bármi is történjen, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, egy nagyon kellemes textúrája van, egy eléggé gazdag textúrájú krém, hogyha látjátok, és nagyon-nagyon hamar beszívódik. Úgyhogy én ezt is nagyon szeretem, minden nap használom. Na, hát és kezdjünk is bele a sminkbe, meg a beszélgetésbe. Na, kezdjük is, nem húzom az időt. Először is fölteszek egy cseppet ebből az olajból, amit mindig szoktam használni sminkelés előtt. Tudjátok, ez a CBD-s olaj. Nagyon-nagyon szeretem. Még egy nagyon picit a szem alá leteszek, hogy jó hidratált legyen itt a szemem alatt a bőr. Nem fog szétcsúszni a korrektor, ne izguljatok rajta, mert ez nagyon-nagyon hamar beszívódik. És most egy nagyon-nagyon egyszerű korrektort fogok használni, ez a 183 nap DMS nagyon-nagyon erős korrektor. Látjátok, szóval ez tényleg eléggé erős fedésű, és mostanában ezt nagyon szeretem használni, mert elfogyott ugyanis a korrektorom, amit használtam, és ez akadt a kezembe. De látjátok, hogy mennyire jól fed, elképesztő. Picit beszoktam tenni ide is a belső szemzugba. Még egy nagyon picit tegyünk, már azért még mindig látom ezeket a kajkákat, mert ez lehet nem a korrektor hibája. Na és volt karika, nincs karika, tessék, ilyen egyszerű. Na hát, amiről ma akartam beszélgetni, közben elkezdem nektek a mese-mese mátkát. Hát képzeljétek el, hogy a kislányom egyetemista, úgyhogy ezen felbuzdulva gondoltam, hogy beszélek erről a témáról egy kicsit, mert tudom, hogy hamarosan otthon is már azért a felvételi az egy komoly téma ebbe az időszakban, hamarosan ugye meg kell írni, be kell adni a jelentkezéseket, stb. Szóval már akik most végeznek a gimnáziumba, akkor azoknak már igencsak ketyeg az óra, ketyeg a határidő, és gondoltam, hogy ez érdekes téma lehet nektek, hogyha esetleg valaki külföldi egyetemben gondolkodik, akkor lehet, hogy ez egy kis segítség lehet. Próbáltam összeszedni egyébként minden infót, ami esetleg segítségetekre lehet, de hát nyilván majd aki ezt komolyan veszi és komolyan érdeklődik, akkor azért egy picit jobban utána néz, mint az én kis YouTube videóm. Na de hát
kicsit mesélek a dorkámnak az élményeiről először. És ezt a Laura Mercier Tinted Moisturizer, vagyis színezett hidratáló krémet fogom használni. Semmi extra, ups, ez egy picit sok lesz, nem baj. Szépen eloszlatjuk. Szóval dorkám bekerült a Stockholmi Egyetemre, és ez a kultúra szak, ahol ő egészen pontosan divattörténelmet fog tanulni, nem tanítani, az még kicsit korai lenne. Úgyhogy ez egy óriási egyetem, tényleg akkora, hogy ezt el sem tudom nektek mondani. Mikor elmentem meglátogatni a dorkát, én konkrétan így elájultam, hogy mekkora ez az egyetem. Tényleg, gyakorlatilag az, a kampusz maga, az így behálózza Stockholmot, mert ugye van egy nagy kampusz, ahol van egy metró megálló is, amit ugye egyetem megállónak neveznek, és ott vannak a legnagyobb épületek, tényleg hatalmas kampusz, tehát van, hogy a két része között busszal kell menni, mert annyira messze vannak egymástól, úgyhogy nagyon oda kell figyelnie az órarendjére, hogy pontosan tudja, hogy mikor, hova kell menni, de tényleg óriási, tehát hatalmas park van benne, éttermek, kávézók, könyvtár, óriási könyvtár, könyvesbolt, minden, tényleg minden. És a Stockholmi Egyetemre körülbelül olyan 30 ezer tanuló jár, tehát azért ez el is mondja, hogy mennyire óriási, tényleg. És most épült meg egy új szárnya az egyetemnek, az Albano. Ez megint egy hatalmas épületrész, és tényleg a legmodernebb technikával van felszerelve, és azt hiszem, hogy itt még egy csomó új, hát ilyen kollégium-szerű kis lakásokat is kialakítottak, mert azért a lakhatás ez itt mindig problémás. Így, és most fogok használni ebből az Yves Saint Laurent B20-as All Hours Foundation-ből, vagyis alapozóból egy kicsit. Csak itt a szemem alatt, hogy egy picit felvilágosítsuk ezt a területet. Ezt neked nem muszáj csinálni nyilván, de én szeretném. Szóval a Dodócskám elkezdte ezt az egyetemet. Egyébként erre az egyetemre nem annyira könnyű bekerülni. Ez általában a svéd egyetemekre eléggé jó a felvételi arány. Az Uppsalaira az a legjobb minősítésű egyetem egyébként. Oda azt hiszem, hogy 80%-os a felvételi arány. A Stockholmi Egyetemre arra 24%-os, azt hiszem. És hát igen, szóval nem annyira könnyű bekerülni, de viszont, hogyha valaki bekerül, akkor tényleg az egyik Európa legjobb egyetemébe fog tovább tanulni, és hát elég sok lehetőség nyílik meg az embernek azért, aki itt végez. Na, látjátok, hogy mennyivel fiatalabbnak nézek ki már is. Picit most lefixálom púderrel. Egy Hourglass mini púdert fogok használni. Ups. És egy picit itt a szemem alatt fogom lefixálni. Azt azért elmondhatom, hogy bekerülni se könnyű, de maga az egyetem sem könnyű, tehát tényleg itt nagyon-nagyon az önállóságra nevelik a gyerekeket, tehát tényleg maga az, hogy a kurzusodat neked kell nagyjából össze is állítani, főleg ezen a kultúra kurzuson, úgyhogy sok felelősséget kíván ez az egyetem, picit más, mint a magyar. Tehát ugye Magyarországon nagyjából, hogyha felvételt nyersz egy szakra, akkor tudod, hogy igen, ezt is, ezt is, ezt is, ezt fogom tanulni. Itt egy picit más, pontokból kell összerakni nagyjából a kurzusodat, de szerintem nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolgokat tanulnak, úgyhogy már alig várja, hogy elkezdődjön a divatkurzus. A következő évben mit is fog tanulni? Filmtudományt fog tanulni, tehát ezzel fog kezdeni, és utána kezdődik a divattudomány. Na, hát ez eddig egész jól néz ki. Most fogok használni egy kis púdert, ez a Miss Stockholmnak a púdere. Ez egy picit ilyen sárgásabb púder, de egy picit mindenképp le akarom fixálni ezt a alapozót, mert egy picit bizonyos helyeken túlságosan
fényes. Így csak egy icipicit, hogy tartósabb legyen ez a hajam rajta. Ismét tovább mennénk a szemöldökre, meg a szemre, fogok használni egy kis pirosítót, és az Isadorának a Tender Peach rúzsát fogom most használni. Ez egy nagyon szép, ilyen korálos kis árnyalat, és ennek is van egy pici fénye, amit én nagyon szeretek. Na, még egy iciri-picirit. Mit akartam mondani? Hát, hogy miért éri meg jelentkezni egy EU-s állampolgárnak, vagyis akár egy magyar állampolgárnak is, egy svéd egyetemre. Hát először is, ugye egy EU-s tagállamból érkező diáknak ez ingyenes az oktatás, teljes mértékben, tehát semmit nem kell fizetni, ami már eleve egy óriási előny szerintem. Plusz az, hogy rendkívül sok szaktantárgyból lehet választani, több mint 600 féle szakirányból lehet választani, úgyhogy tényleg az informatikától kezdve a művészetig, az irodalom, minden megtalálható. Nyilvánvalóan nem az összes kurzus található meg angol nyelven, de azért nagy része igen. A svéd egyetemek nagy általánosságba véve tényleg egy nagyon magas oktatást biztosítanak, tehát az itt megszerzett diploma azért az egy valuta a munkaerőpiacon. Nyilvánvalóan kell hozzá jól tudni angolul, és ennek is utána néztem, elfogadnak nagyon sokféle nyelvvizsgát. Elfogadják az IELTS-et, a TOEFL, a Cambridge nyelvvizsgát is. Annyit tudok nektek mondani erről, hogy az IELTS-ből az 5,5-ös szint az a minimum, tehát inkább a 6-7, tehát az 5,5-öst azt néhány egyetem fogadja el, tehát inkább a 6-os, 7-es IELTS szint az, amit elfogadnak, hogyha valaki itt szeretne tovább tanulni, tehát azért nyilvánvalóan kell egyfajta színvonal ahhoz, hogy valaki meg tudja érteni a leckéket, akár angol nyelven is. Na, nekem nagyon tetszik ez a pirosító, most fogok egy ilyen kontúrrudat, ez is azt hiszem, hogy W7, és egy picit megkontúrozzuk az arcunkat. Szóval legyetek benne biztosak, hogy a gyerek azért tényleg egy biztonságos szinten tud beszélni angolul, és hogy tényleg azért önállóan fel tudja találni magát egy külföldi országban. De aki tényleg kalandvágyó és szeretne utazni, annak mindenképpen Svédország egy jó kezdet, vagy egy jó hely tanulni, mert tényleg nagyon sok lehetőség van. És arról nem is beszélek, hogy ugye az EU-s állampolgárok azok jogosultak arra, hogy akár itt maradjanak és itt dolgozzanak az egyetem elvégzése után, és nagyon sok cég ugye figyeli is a végzett diákokat, nyilvánvalóan a legjobbaknak akár munkalehetőséget is tudnak biztosítani, vagy nem biztosítani, hát felajánlják nekik a állás lehetőséget, mint egyébként minden más országban. És nem mellesleg, és nem utolsó sorban, állami támogatást is kaphatnak, vagyis ösztöndíjat az EU-s diákok. És közben mutatok egy trükköt nektek, hogy hogyan lehet lefixálni ezt a szem alatti területet, úgyhogy még hidratáld is. Én most megint egy W7 arcfixáló sprayt fogok használni, ami egy kifejezetten hidratáló spray, tehát nem fogja kiszárítani a bőrödet, és rászprézem erre a kis beauty blenderre, és nem rögtön, egy picit várok, amíg egy picit szárazabb lesz, és ezt szépen így ide betapicskálom a szemem alá. Nagyon hamar szárad egyébként, most még egyet sprézek, és még egyszer. Szóval ez így nagyon jól lefixálja itt a szem alatti részt, de nem lesz tőle száraz, így.
A szemöldököz egy sima szemceruzát fogok használni, vagyis megkísérlem. Szóval azt akartam még mondani, hogy akik ide jönnek tanulni az EU-ból, azoknak van lehetősége arra, hogy ugye kapjanak ösztöndíjat, amennyiben legalább 10 órát dolgoznak Svédországban. Tehát amennyiben talál valaki magának munkát, akár csak 10 órányit, akkor jogosult lesz egy állami támogatásra, ami olyan körülbelül, hát nyilván ez esettől változik, de olyan körülbelül 5000 korona, 180 ezer forint körüli összeg, ami nem sok mindenre lesz elég, őszintén szólva, a lakhatásra sem, de hát mégiscsak valami extra kis támogatás. Tehát körülbelül mondjuk így a kajára, illetve ilyen jellegű kiadásokra talán elég lesz 5000 korona. Ha valaki jól gazdálkodik, akkor azért az elég sok mindenre elegendő. A tanulók lakhatása az megint egy másik kérdés. A lakhatás az itt mindig problémás. Sokkal több a lakni vágyó, mint a lakás. Tehát az nem egy egyszerű dolog. A Stockholmi Egyetemnek például van kollégiuma, de nyilvánvalóan ez nem elég 30 ezer embernek, tehát ez logikus. Úgyhogy általában azoknak biztosít lakhatást, akik EU-n kívülről jönnek és fizetnek a tandíjért, és a maradékot meg elosztják rászorulási mérték szerint. Úgyhogy, hogyha a gyerek ide szeretne jönni tanulni, akkor majdnem 100%, hogy vagy egy kisebb lakást, vagy szobát kell neki bérelni, ami bizony nem olcsó, tehát erre azért szánni kell egy kis lovettát. Még használni fogok egy ilyen szemöldök spirálszerűséget, ez a Shinről van, azt hiszem. És csak így átfésülöm bele a szemöldökömet egy picit. Na hát, és ugye őszi sminkről beszélünk, szóval gondoltam, hogy megint visszatérek ez a Sephora palettához, mert ebbe abszolút ilyen őszies színek vannak, úgyhogy most ezt fogjuk használni. Tehát egyébként maga ez a felvételi procedúrához tényleg nem kell sok minden, mert egy érettségi bizonyítvány kell. Ezt mindenképpen kell eredeti nyelven beküldeni, és kell róla egy hitelesített másolat. Nem alapoztam le jól a szemöldökömet, sajnos. Ezt most pótolom előbb. Hát nyilván elfelejtettem megnyomni a gombot, úgyhogy így egy csomó infót kihagytam, nem baj. Tehát arról beszéltem, hogy létezik itt egy ilyen tanulói unió, tehát egy ilyen egyesület, ami azért nagyon sokat segít a diákoknak, hogyha ide beiratkozik valaki, vagy feliratkozik, akkor sok kedvezményt kap, akár könyvekből, akár sportolási lehetőségbe, akár lakhatás tekintetében, szóval érdemes ezekhez az uniókhoz csatlakozni, nem tudom, ez tanulói szakszervezet, valami ilyesmi lehet magyarul, nem tudom pontosan. Na most használok egy világos színt, ezt fogom használni, ezt a vajasat, és ide belülre fogom betenni a belső szemzugba. Ups. Egyébként még ilyen tanulói pubok is vannak, tehát bizonyos napokon, bizonyos bárokba a bizonyos egyetemnek a tanulói szoktak eljárni, ilyenkor csak egyetemisták mehetnek be ezek a bárokba, vagy hát mi pubokba inkább, kocsmának is mondhatjuk, de szépen pub, és ez nagyon jó lehetőség akár ismerkedésre is. Egyébként nagyon-nagyon nagy gondot fordít a nemzetközi tanulókra, például most én csak ugye a Stockholmi Egyetemről tudok beszélni, tehát ugye mikor megérkeznek, van egy ilyen welcome day, segítenek nekik tényleg berendezkedni, rengeteg segítséget kapnak, napokig van egy ilyen vezetett túra a különböző kampuszokon, segítenek, hogy tudnak elnavigálni Stockholmba, szóval tényleg rengeteg segítséget adnak, hogy otthon érezzék magukat
a diákok, van ilyen speed friending, vagy milyen gyors barátkozás, tudjátok, mint ez a villámrandi. Na itt most van villámbarátkozás, úgyhogy ez is nagyon vicces. Szóval tényleg minden segítséget próbálnak megadni a tanulóknak, és van egy információs iroda, amit bármikor bárki fölkereshet, és felteheti a kérdéseit, és nagyon szívesen segítenek nekik, tehát nincsenek egyedül gyakorlatilag. Most fogok használni egy picit ilyen rozsdabarnás színt. Egyébként a legjobb egyetemek az a Svédországban, az az Uppsala, a Karolinska Intézet, a Stockholmi Egyetem, illetve Lund. Nyilvánvalóan mindegyik más-más irányokat tanít, úgyhogy érdemes körülnézni, hogy a te gyerekednek melyik a legideálisabb. Így, né, most ezt szépen itt elsatírozgatjuk. De szerintem ez egy nagyon szép őszi szín. Nekem nagyon tetszik. És nagyon sok ilyen extra előadás van, ami tényleg a tanulóknak a lelki egészségét szolgálja. És tényleg próbálnak odafigyelni, hogy mindenki jól érezze magát itt Stockholmba is az egyetemen. Szóval tényleg meditáció, ebédidőbe, tánc, kurzusok, különböző előadások a megfelelő tanulásról, tehát hogy hogyan érdemes hatékonyan tanulni. Azzal együtt még azt azért hozzáteszem, ami nekünk meglepő volt, vagy hát lehet, hogy nem kellett volna, hogy az legyen, de mégiscsak az volt, hogy azért a könyvek, azok nagyon-nagyon drágák. Meg lehet venni a könyveket másodkézből is, úgy egy picit kedvezőbb az áruk, de azért arra számítsatok, hogy ha mondjuk ösztöndíjat kap a gyerek, akkor az ösztöndíjnak a nagy része az el fog menni a könyvekre, de hát ez szerintem minden egyetemen így van nagyjából, szóval ez annyira nem meglepő. Hát mi erre nem voltunk felkészülve, csak emiatt ért egy kicsit váratlanul, de hát ez a mi hibánk gyakorlatilag. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok könyv kell, és nem olcsó mulatság. Na, ez így nem néz ki rosszul. És fogok egy ilyen fekete szemceruzát, és elkezdem egy picit ide besatírozni a szemem végébe, tehát csinálok egy ilyen kis eyelinert, és innen egy picit fölfelé satírozom még hozzá bele a barnába. Szóval ezt így szépen ide beteszem az eyeliner vonalába, és onnantól egy picit így fölfelé satírozom. Megint csak fogom ezt a kicsi ecsetkét, és szépen összesatírozom a barnával. Biztos vagyok benne, hogy most sokatokban felmerül, hogy júj, hát Svédország azért az milyen veszélyes környék, az a sok migráns, hát ott nem lesz biztonságban a gyerek. Szeretném ezeket a félreértéseket egy picit eloszlatni. Értem az aggodalmat, abszolút, de azért nem ennyire fekete-fehér a helyzet, illetve nem ennyire vészes. Közben másik oldalon is ezt megcselekszem. Szóval valóban Svédország elég sok menekülőt befogadott, de 2015-ben változtattak ezen a politikán, tehát 2015-től kezdve nagyon-nagyon megszigorították a bevándorlási politikát, tehát most már valóban nem engednek be fűt, fát, virágot, hanem nagyon megnézik, hogy ki az, aki bejön gyakorlatilag. És különösen 2022 után, amikor ugye a parlamentbe nagyon jelentős többséget nyertek a svéd demokraták, akik egy eléggé jobboldali párt, majd hogy nem szélső jobboldali, azt is, hogy mondhatnám, de hát itt Svédországban mindenképpen lehet azt mondani, hogy szélső jobboldali párt, és ő befolyásukra még inkább erősödött ez a migráció visszafojtása, tehát nem engednek be annyi embert, sőt, elkezdték a visszatoloncolást is. Egyébként ez, hogy ezt mennyire komolyan veszik, és mennyire odafigyelnek arra, hogy kit engednek be,
ezt saját kézből tudom, mert ugye a mi iskolánkban is nagyon sokan szeretnének jönni külföldiek tanulni, és nagyon-nagyon megnézik, hogy kinek adnak vizet. Most az elmúlt napokban 2 pakisztáni tanulónknak is visszautasították a vízumát, mert hogy úgy gondolták, ez volt az indoklásban, hogy úgy gondolják, hogy nem a tanulás az elsődleges cél, hanem inkább a letelepedés, és ezért nem engedélyezték a tanulói vízumát. Nyilvánvalóan ez nekünk nagyon, nagyon rosszul jön, de hát tiszteletben kell tartani a hivatalnak a döntését, úgyhogy látjátok, hogy még olyanok is, akiknek nyilvánvalóan van pénze, mert ki tudja fizetni az iskolának a nem kevés tandíját, tehát körülbelül olyan 3 millió forint a tandíj a mi iskolánkba, és még ezeket sem engedik be, mert nem szeretnék, hogy anyagukon maradjanak gyakorlatilag. Azzal együtt a migránsoknak a nagyon nagy része, azaz, hát migráció, most mit veszünk migránsnak? Ugye migránsnál mindig azt gondolod, hogy azok, akik átszöknek a határon, de nem a migráns vagyok, például én is, aki idejöttem egy másik országból, és itt maradtam, de tehát nagyon sokan jönnek más országokból, például az IT területre, tehát talán ez a legnagyobb terület, ahova külföldről áramlik be a munkaerő. És fogok használni egy picit fényesebb színt, és azt hiszem, hogy ezt fogom használni. Ez egy picit ilyen bronzos, de viszonylag fényes szín, szóval szerintem ez jól fog kinézni. És csak ide fogom tenni egy picit a mozgó szemhéjra, de a közepére. Csak így az ujjammal. Ja, szerintem egész jól néz ki, mit mondtok. És például az is egy nagyon fontos, hát új szabály, hogy a menedékkérők nem kapnak automatikusan letelepedés engedélyt, hanem egy 3 évre szóló ideiglenes engedélyt kapnak, amit azt hiszem, hogy 2-szer lehet meghosszabbítani. És ha jól tudom, akkor ahhoz, hogy állandó tartózkodási engedélyt kapjanak, fel kell mutatniuk bizonyítékot arra, hogy anyagilag függetlenek tudnak lenni. Tehát a svéd állam sem akarja azt, hogy a bevándorlók, azok gyakorlatilag a svéd államon élősködjenek, hanem azt szeretnék, hogy oké, ha itt vagy, akkor járulj el hozzá a társadalom működéséhez, ami mondjuk egy jogos kívánság szerintem. Na, most fogok használni megint egy kis eyelinert, csak itt a szempilla tőbe. Ekközben nem tudok beszélni, ez precíziós művelet. Azon gondolkodom, hogy tegyek-e ide egy nagyon picit, talán egy nagyon picit ebből a barnából fogok ide tenni, csak hogy nagyobbítsa egy picit a szemem. Látjátok, egy mini színt. Na de visszatérve a migrációhoz, mert ez a legjobb téma sminkelés közben, tehát azzal együtt, hogy sok a bevándorló, és valóban megnövekedett, főleg ebben az évben az ilyen lövöldözős bűncselekményeknek az aránya, de ezzel együtt tényleg a halálos bűncselekmények, illetve a bűnözés maga az európai átlaghoz képest sokkal alacsonyabb. Magyarországhoz képest is sokkal alacsonyabb. Tehát ezt lehet mondani, hogy azért Svédország egy biztonságos állam. Jöjjön egy kis szempillaspirál, ezt az Hourglass kis szemspirált fogom használni. Most ez akadt a kezembe. És természetesen fogunk használni egy kis szempillát, mert ehhez a sminkhez azért dukál egy szempilla. És meg is fogom nektek gyorsan nézni a kimutatásokat, összehasonlítva Magyarország és Svédország között a bűnözési ráta, hogy megnyugodjál, a gyerek jó kezekben van. Tehát ahogy kiszámolják ezeket a kimutatásokat, amit most mondok, ez úgy szokták kiszámolni, hogy 100 000, ó basszus, hát ez nem jó hír, nézzétek itt mi történt, látjátok? Hogy csak én látom, sikerült lekennem ide. Szempillaspirált, nagyon rossz hír. Szóval, hogy 100 000 ember
re eső bűncselekményeknek, vagy gyilkosságoknak, vagy ilyesminek a száma ez a kimutatás. És mondom is nektek, hogy míg Magyarországon a gyilkosság aránya az 1,38 százezer emberre esve, Svédországban 0,89, tehát sokkal jobb, mint Magyarországon. Nyilván vannak olyan adatok, amik magasabbak itt Svédországban, ez mondjuk a szemérem elleni erőszakkal kapcsolatban, ez nem azt jelenti, hogy itt most annyival több bűncselekmény történik ilyen szempontból, ez egy másik téma, de ezt szemérem elleni bűncselekményt, nem akarom kimondani a szót, mert nem akarom, hogy demonetizálják ezt a videót, de itt teljesen máshogy számolják, mint a többi európai országban, itt sokkal több minden számít ilyen típusú bűncselekménynek, és ezért teljesen mások a kimutatások itt, mint az EU többi országában, vagy éppen Magyarországon. Egyébként a droggal kapcsolatos bűncselekmények is sokkal magasabbak Magyarországokban, és nem a droggal kapcsolatos, a drog használat is magasabb Magyarországon. Tehát ezt lehet mondani, hogy nem kell attól félned, hogy Svédország nem biztonságos, nagyon-nagyon sokszínű, tehát érdemes úgy gondolkodni a svédországi továbbtanulásra, hogyha valaki készen érzi magát arra, hogy egy sokszínű társadalomban éljen, mert tényleg itt milliónyi különböző nemzetiség él együtt, és békében, nyilván viszonylagos békében. És megint ilyen kis feles szempillácskát fogok használni, és most megpróbálom úgy felhelyezni, hogy egy picit megemelje a szememet. Ez egész jól sikerült, azt kell, hogy mondjam. Profi. Profi munka. Nézzétek meg, micsoda lifting effekt. Mindjárt elrepülök. Most föltesszük a másik oldalra is. Megpróbáljuk hasonló eredménnyel. És ilyenkor, amikor ezt így fölraktad, akkor akár érdemes egy picit így összenyomkodni a saját szempilláddal. Szerintem eléggé jól néz ki. Nagyon jó a kis lifting effekt. Annyit magyarázok, hogy már azt sem tudom, hogy miről beszéltem. Jó kis videó lesz ez, úristen. Na és most jöjjön a száj, tehát itt nem fogok tudni beszélni. Egy ilyen nagyon sötét barnát fogok használni. És túl fogom rajzolni a szám. Nyitom! Na képzeljétek közben, Dorka hazajött, gyerek, köszönjél itt a lányoknak. Gyere! Na, Dodócskám, mesélj ezt, hogy mennyire szereted az egyetemet, mennyire vált be neked. Pár szót. Én nagyon szeretem a... Gyere beljebb, mert torzul a fejed. Nagyon tetszik, szerintem nagyon, nagyon más, mint a... Mi ez? A gimi. A gimi. Nagyon más, kicsit jobban el van engedve a kezünk, tehát hogy ha elolvassuk, vagy hogyha nem elolvassuk el, az rajtunk van. Nem fogják mondani százszor, hogy olvasd el, vagy hogy ilyenkor lesz a teszt, nem csak mondják, hogy ekkor lesz. Vagy jössz, vagy nem. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen nyugisabb, de szerintem egy kicsit stresszesebb. Aha. És egy kicsit nehezebb, felnőttesebb, mint, hát mint a gimi. Nyilván, de uh-huh. Igen. Uh-huh. Overall, én szeretem, nekem tetszik. És jó fejek az osztálytársaid? Aha, van néhány barátom, úgyhogy... De milyen érdekes, hogy azt mesélte a Dorka, hogy tök sok idősebb osztálytársa van, igen. Mert hogy itt nagyon sokan elmennek utazni, vagy dolgozni, igen. Mielőtt egyetemre mennek, és csak utána kezdik a tanulmányaikat. Úgyhogy van 30 éves az egyik barátnő. Igen. Úgyhogy ez tök érdekes szerintem. Van ilyen. Na. Úgyhogy szereted az egyetemista létet, mondhatjuk, igaz? Aha, nekem tetszik, én szeretem. Jól van. Na, köszi kincsen, mehetsz. Úristen, ez mi volt? Na, vissza a szájhoz, tök jó, hogy a Dorka is be tudott egy kicsit
jelentkezni, de a száj az fontosabb. Látjátok, egy kicsit túlhúztam, hogy nagyobbnak nézzen ki. Így, és most egy világosabb színű rúst fogok hozzá használni. Ami nem más, mint ez a Maybelline Vinyl rúst, tartós rúst, és ezt rázni kell egy nem tudom hány másodpercig, úgyhogy most rázom. Oké, ennyi elég lesz a rázásból. Na nézzük. És nagyon divatosak ezek a picit barnásabb árnyalatok. Ez örömbölje már, kislányom. Felvétel van. Lehet, hogy ez a szájfestés egy kicsit emlékeztek rá a 90-es évekből, akkor volt nagyon divatos a sötét szájceruza meg a világos rúzs, hát ez ennek az után érzete gyakorlatilag, de hát azért sokkal szebb formába, és ezzel a technikával nagyon szépen meg tudod nagyítani a szádat. Szerintem jól néz ki. Van egy ilyen palettám is, amiben ilyen bronzosító cuccocskák vannak, szerintem még ezt is fogom használni egy nagyon picit. Ezt a középső színt fogom használni, ami ilyen picit ilyen peachy. Szép! Én nagyon picit fogok ide föl is tenni szerintem. Aha, jól néz ki. Nekem nagyon tetszenek ezek a picit ilyen barackos, korálos pirosítók. Szerintem jól néz ki nagyon. Egyébként erre a szájra lehet használni még egy kis extra gloss-t, vagy mi az szájfényt is, hogyha szeretnél. De én szeretem így, mert hát nyilván sokkal tartósabb. Na és jöjjön a végső lépés, ez a hidratáló, fixáló. Így, és ez ad egy ilyen kis extra fény, meg extra hidratáltságot. Szerintem még egy nagyon pici kontúrt teszek ide, hogy szebb legyen az állvonalam, az sose árt. Így lehet eltüntetni a tokát. Na, hát és gyakorlatilag készen is vagyok. Mert ennyi lett volna nagyjából, amit el akartam mondani így az egyetemi élettel, meg a stockholmi élettel kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem tudtam lefedni mindent, vagy kihagytam dolgokat, de azért sminkelés közben nagyon nehéz összeszedetten elmondani mindent, viszont sminkelés nélkül meg szerintem nagyon uncsi lett volna, meg nem is illene a csatornához, úgyhogy így összekötöttem a kellemest a hasznossal. Hogyha van még további kérdésetek, nagyon szívesen válaszolok, csak kérdezzétek meg a komment szekcióban, és tudásomhoz mérten választ fogok rá adni. Úgyhogy nézzük meg, hogy ez a smink hogy néz ki enélkül a csodálatos masnicska nélkül. Na hát ilyen lett ez a végső eredmény. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik. Megmondom őszintén, hogy nekem nagyon. Szerintem elképesztően jól néz ki ez a kicsit ilyen rozsdás, melegebb, színösszeállítás. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszik. Kicsit erősebb, mint amit szoktam használni, de szerintem szuper jó. Ha látjátok, hogy itt ugye meghagytam ilyen világosan, és ezzel a sötétre egy picit fölötte próbáltam besatírozni, ezáltal egy picit így megnyitottam az egész szememet, szóval nem sokkal fiatalosabb és nagyobbnak néz ki a szemem, úgyhogy szerintem ez egy jó technika. Remélem, hogy azért annak ellenére, hogy sokat dumáltam, annak ellenére tudtátok követni a sminket is. Nem tudom, hogy mennyire jó ez a koncepció, hogy sminkelek és dumálok, de én úgy érzem, hogy ezt én így szeretem, mert talán egy kicsit túl unalmas lenne, hogyha csak sminkelnék. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszett nektek ez a videó. Mindenképpen írjatok a kommentbe, légy szíves. Nekem bejön. Oké, lehet, hogy holnap is így sminkelek.
Mindenképpen kérlek szépen, hogy lájkold ezt a videót, és oszd is meg, hogyha úgy érzed, hogy másnak is érdekes lehet, és mindenképpen iratkozzál fel, hogyha szeretnél még hasonló videókat látni tőlem, mert még nagyon sok klassz dologgal készülök, úgyhogy nem fogod megbánni. Amúgy meg nagyon köszönöm, hogy újra itt voltál velem, és találkozunk egy legközelebbi videóban. Sziasztok!